Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen! Most megtekintjük azt, hogy mi várható rád, hiszen most véget ér egy harc, véget ér egy küzdelem. Miről van szó? Melyik életterületen voltak ezek a kihívások? Erre utal ez a kártya itt középen. Itt szerelmi dolgokról van szó. Ez az angyal segít benneteket, végül is minden jóra fordul, vagy jól alakulnak a dolgok, de itt voltak nehézségek, itt voltak kihívások. Itt látható, hogy vagy te, vagy ő, vagy mindketten fogva éreztétek magatokat. Ez lehet egy munkahelyi helyzet. Vagy az is előfordulhat, hogy van nála még egy párkapcsolat, esetleg nálad, és szeretnél kilépni ebből a helyzetből. A 9-es szám jelenti ezeket a korlátozásokat. De gyakran érzelmekről van szó, a negatív érzelmekről, mint például félelmekről, bizonytalanságokról, mert az is korlátozásokat okoz, és fogva tart téged. De szerencsére vannak itt szép emlékek is. A kelyhek utalnak az érzelmekre. Itt látható egy gyermek és az édesanya, vagy a nagymama. Itt megvannak a gyermekkori emlékek. Sőt, én úgy mondanám, hogy ez a hölgy, az anyukád vagy a nagymamád még mindig óv téged. Akkor is, ha már nem az élők sorában van, de ott van melletted, segít neked, simogat téged. Itt ezen a képen látható egy ilyen szent személy, és a szimbolikus jelentése a te hited. Higgy magadban, higgy ebben a szerelemben, higgy az őseidben, higgy ebben az isteni segítségben, mert így jóra fordul minden. Itt látható is ez az angyal. Lépj ki ebből a börtönből, ezekből a korlátozásokból. Gyakran a saját érzelmeidről van szó, a félelmekről. Itt a 7-es szám utal a hold energiájára. Itt érzelmekről van szó, vágyakról, reményekről, álmokról, és erről a szerelemről, és ez az álom megvalósul, ha megvan hozzá a hited. Itt a képen látható ez a kard, és az utal a levegő elemére. Ez a felszabadulás. Felszabadulni ebből a börtönből. Amit a levegő eleme még jelent, az a kommunikáció. Meg kell találni azokat a szavakat, ami segít a szerelemben is, hogy ne legyenek félreértések, mert gyakran ez a kommunikáció miatt van így. Ha megvan a hited, és tudsz vele beszélni, akkor látható itt ez a szerencse, ez a szerelmes pár erre utal. Sőt, itt még lehet egy szép utazás is, például Velencébe. Ez a főpap őriz egy titkos könyvet, az Akasa krónikát, és abban vannak beírva a sors utak. Mivel ez kihat rátok, ez azt jelenti, hogy ez a találkozás, ez a szerelem nem véletlen, hanem így van megírva a sorsok könyvében, így van megírva a csillagképekben is.
ez legyen a hited, és ez hoz szerencsét itt a szerelemben. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!